Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kicsit a Titanfall bővebben mindazoknak, akik még gondolkodnának, hogy megvegyék, ne vegyék meg ezt a játékot, és így, hogy már túl vagyok a kampány egyik felén, a másik kampánynak a másik felén, hogy úgy mondjam, és belevetettem magam egy kicsit a multiplayer móka részébe is, de azért feltöltöttem, hogy úgy mondjam, az kedvenc pályákat, láthatjátok, ez a pálya szihetetlenül jól néz ki, jól ki van dolgozva. A játék menet nagyon szép, folyamatos, nem tapasztaltam különösebb hibákat, természetesen valami bugféleség megint akad, de azt majd látni fogjátok a következő videó részletben, valahogy én ezeket mindig megtalálom, a bétában is sikerült egyet találnom, de beszélve egy kicsit még mindig a játékról, ugye nagyon szép, folyamatos, nagyon jól meg van találva. Volt egy-két helyzet, ahol vakartam a fejem, hogy hogy történt, hogy elkezdtem ugyanúgy lőni a pilótát, és megfordult és lelőtt simán, de ez valószínűleg nem tudom, hogy Európában úgy néz ki, hogy egy kicsit késik a játék azoknak, akik nem online vásárolták meg, vagyis nem ugye digitálisan vásárolták meg, hanem CD verziókkal, mert hogy van egy ismerősöm, aki megvette és kapott egy levelet az EA-től, hogy átszervezés alatt vannak az európai irodák, így aztán késéssel kerülnek kiadások és kereskedelemnek a példányok, így aztán egy kicsit hát csúszik a dolog, de valószínűleg emiatt ilyen USA szerverek meg ilyesmikre kerülhettem, főleg azért, mert hogyha éjfél óta mondjuk úgy voltak olyan emberek, akik ilyen 40-es szintűre kerültek, és ha jól tudom 50 környékén van a maximum, szóval valószínűleg ilyen USA szerverekre kerülhettem, ahol már megy a játék már egy-két napja, úgyhogy néha valószínűleg voltak ilyen kis ping problémák, meg vettem észre a laggot, de szerintem amit beáll a normál helyzet európai szervereknek, már pedig ma reggelre, hogy észrevettem, már így nagyjából rendben volt a dolog. Így már azért sikerült jó játékokat csinálni, és nem észrevetetni. Például ez egy fegyver antititánoknak, csak meg akartam mutatni. Szóval sikerült jó játékokat csinálni, és nem voltak ilyen külsebb gondok, hogy elkezdem lőni, megfordul elő, szóval így megvolt az igazságérzet, hogy úgy mondjam. Nos, kicsit beszélve, rátérve a single player kampányra, ami azt hiszem, hogy igazán egy különleges darabja a mai játékoknak. Multiplayer az egész, single player kampány, tehát frankó, máshol játszó emberek ellen játszó, nem ilyen pilóta botok ellen, hogy úgy mondjam, vagy valami ilyesmi, hanem tényleg multiplayerben van megcsinálva az egész, és a sztori a köré van kerítve, tehát itt bedobja a játék, összedobja a játékosokat, elmondanak egy felvezető kis történetecskét, a lobbyban bekerülsz a játékba, és tudod, hogy miért harcolsz, és nagyon jól ki van ezt találva, nagyon okosan megvan ez oldva, mert a többi pálya valahogy emiatt így kapcsolódik ehhez az egész játékhoz, és nem érzed úgy idegennek a többi pályát, mert mindig valahogy így összekapcsolódik a történet. Van egy történet, hogy van az AMC, a Milisa, ugye az emberek megtoltak űrbe utazni, találtak másik bolygót, természetesen elindult a harc, az erőforrások, és stb. Ez nagyjából a sztori, nem egy túl bonyolított dolog, de valahogy ugye, hogy az egész, hogy frankó másik emberek ellen harcolsz, hogy a sztori rövidsége, egyszerűsége, és ahogy összekapcsolja az összes pályát, nagyon jól tud kinézni. Tényleg vannak olyan pályák, ahol mászkálnak szörnyek, de én nem tapasztaltam, hogy megtámadnának igazából. Bele is lőttem egy párba, nem történt semmi, elrepültek, ennyi, lehet, hogy majd egyszer nekünk támadnak, vagy nem tudom, de ez a része, hogy úgy mondjam, na, hát csalódás volt, hogy úgy mondjam, a pályák változatosak, nem tudom, hogy hány pálya van, hogy őszintelek, nem nagyon néztem utána, de sok, mert még volt olyan pálya, amit nem láttam, pedig most már egy pár órácskát túl vagyok. Ugye három titán van a tank, van a Stryfer, ha jól ejti a nevét, és van az Atlas, és mindegyiknek megvan a maga képessége, az Atlas az a maga közép
a tökéletes középút, hogy úgy mondjam, a Stryfer az egy nagyon gyors, agilis titán, és érdemes vele úgy is játszani, hogy folyamatosan fedezékről fedezékről, nagyon gyorsan tudsz menni, és nagyon jó ki lehet játszani az ellenfelet vele. A tank az a nyugodt érzés, nem félünk, nincs gond, elintézzük, szóval ez az érzésed támad, mikor így a tankba beleülsz, mindenki kilő, hihetetlenül masszív mennyiségű damage-t képes elnyelni tulajdonképpen, tehát a tank meg, bocsánat, az Atlas az a tökéletes egyensúly a kettő között, szóval az a fész is, meg nem is. Na, hogy úgy mondjam, de igazából én az a fajta vagyok, aki így bele veti magát az egész csatába, titánostól, nem érdekel, hogy gyorsan kilőnek, hanem csak így megyek, mert számomra az a hangulat, ha már benne vagyok a titánba. Ha mondjuk a Stryferbe ülök benne, akkor mindenképpen megpróbálok, muszáj egy kicsit taktikázni, muszáj egy kicsit jobban futni, körbe menni a dolgokkal, mert ha nem, akkor gyorsan kiiktatnak, mert az tényleg nem bírja annyira a gyűrődés. Nos, nagyjából ennyi lett volna, fogtok még látni Titanfall játékot, mert ez a pálya után lesz még egy pálya, csak hogy egy kicsit így kihosszabbodjon a videó, egy teljesebb képet kapjatok, hogy milyen változatosak a pályák, és tényleg változatosak, és még azt hozzá kell, hogy tegyem, nagyon okos és precízen tervezett pályadizájn, szóval elképesztően függőnek lehet lenni. Egyrészt a pályák változatossága, hogy látni akarod, hogy mi a következő pálya. Másrészt pedig a szerkezet, a struktúra, hogy a pályák meg vannak csinálva. Azért látszik, hogy kik csinálták a legjobb Call of Duty-kat. Azért ugye ugyanaz a csapat összehozta ezt az egészet, de a pályákat most is hihetetlenül jól megcsinálták. Hogy úgy mondjam, az urbánusabb pályáktól egészen a nyíltabb terepű pályákig minden van, a kicsitől a nyíltig minden van, tehát titánnak, embernek megfelelő méretekkel rendelkezik a pálya, a kemptől egészen a rásjátékig meg van csinálva a pályák. Azt azért meg kell, hogy ez nem az a játék, ahol a kemperek meg fognak tudni élni, szóval így, hogy őszinte legyek, egyszer így leálltam egy ablakba, na most kilő van azt a pilótát, szerintem 10 másodpercig tartott, amíg megtaláltak, és a pálya mérete sem volt annyira kicsi, hogy ez most így kényelmes legyen, hogy igazából kempelte volna a félületét, de mégis megtaláltak. Szóval van tényleg a csatának egy intenzitása, egy pörgős része, úgyhogy azzal érdemes mindenképp számolni, aki a Titanfall-ba bele csap. Hogy kinek nem fog feküdni ez a játék, azoknak, akik nem, itt ez a bug, ez valamiért nem akart elmúlni, hogy kinek nem fog, vagy valószínűleg azért, mert a Railgun-nal úgynevezett ilyen áramfejlesztő fegyverrel lőttök belém, és lehet, hogy ennek ilyen hatása van, minden esetre elég zavaró volt a látásban. Nos, és mit akartam mondani? Ja, kinek nem fog feküdni ez a játék, hogy legyen ez a rossz része a dolog, annak, akik nagyon nem bírják ezt a agyonpörgetett stílust. Ahogy mondanám, én is egy kicsit kivagyok belőle öregedve, de időnként jól esik ennyire felpörgetni magam, egy kicsit visszamenni a gyökerekhez, ilyen UT feelingem legyen, mert nekem mindig az jut róla az eszembe, de nagyon tetszenek a pályák, nagyon jól meg vannak csinálva, nagyon jó pörgős, intenzív a játékmenet, amint bejönnek a titánok, már átalakul a teljes játék, már másképp kell játszanod, már más a pörgése, ha pilóta vagy, ha titánba lősz. A játék gyakorlatilag meg tud fordulni játékon belül, és már másképp kell csinálni, úgyhogy dús élményt nyújt a Titanfall így elsőre, és tényleg okosan kitalált pályadizájn. Jól megcsinált single multiplayer, hogy úgy mondjam, szóval adja a feelinget, adja a hangulatot, és nem érzed magad idegennek, amikor egy másik pályára így beköszönt, mert így tudod, hogy ez harcolunk, biztos itt is van valami oka, miért harcolni, és így ki van találva igazából, össze van rakva korrektül ez a játék. Most ugye jönne az a kérdés, hogy megéri azt a nem tudom hány ezer forintot, mert ugye tudjátok, hogy Angliában jelenleg fontba vásároltam, mert 45 font volt lekerekítve. Hogy megéri ezt az árat, igen nehéz kérdés, hogy őszinte legyek, hogy
Azt mondom, hogy így túllév egy pár év játék után számomra olyan sok újat nem mutat. Izgalmas és felfrissülés a multiplayer világnak most végre ez a játék, és aki ebből a szempontból keres valami újdonságot, valami frisst, valami mást, annak mindenképpen megéri ez a tizen akárhány ezer forint, 10 000 forint talán fenn, se tudja. És annak, aki már annyira régóta játszik már multiplayer játékokkal, mint én, tehát látott egy pár játékot, azért azt mondom, hogy várja ki azt a 3 000 forintos ajánlatot, és azután vegye meg, mert annak, aki már régóta multiplayerezik, ez a játék sem fog újat mutatni, és nem tud majd újat mutatni. De minden esetre én azt javaslom, hogy annak, aki tényleg frissességre, újításra vágyik, és még mondjuk fiatalabb így a multiplayerek terén annyi ideje nem játszik, és ez a játék mindenképp egy újat mutat neki, és így ebből a szempontból megéri. Annak, akinek a bétában jó sikerélménye volt a játéknak, megéri. Viszont annak, aki tényleg már régóta játszik öreg róka a játékokkal, és látott már egy pár játékot bukni és felemelkedni, az én azt mondom, hogy várja meg azt a bizonyos ajánlatot, hogy legyen olcsóbb, és akkor viszont érdemes megvenni, sőt kötelező megvenni, hogy úgy mondjam, hogy ezen is túlejjetek. Az egyetlen apróság, ami talán rossz lehet ebbe az egészbe, hogy aki későre veszi meg ezt a multiplayert, mondjuk egy olcsó árajánlat és a megjelenés között veszi meg valahol, akkor nem biztos, hogy kit fogja tudni játszani az úgynevezett single multiplayert, és mert ugye ez egy olyan dolog, hogy gyorsan végigmennek rajta az emberek, és utána belemetik magad a multiplayerbe, és a single player multiplayer kampányban nem marad senki, aki kijátszotta volna, mert mindenki kijátszotta, de valószínűleg, hogyha jön egy ilyen olcsó ajánlat, akkor sokkal egyszerre megint megveszik, és megint lehetőség nyílik végigjátszani a kampányt, és igazából így megjelenésre nekem is így adottak először gondok, hogy így játékot találjon és berakjon oda az elejétől a végig megyek bele. Nos, sajnálom, hogy nem láttatjátok a single multiplayert, nem tudom, a Shadowplay rögzítette, de valahogy a Sony Vegas nem bírta feldolgozni, így aztán nem tudtam lerenderelni a dolgot, így nem tudom mit csinálni vele tulajdonképpen. Ha gondoljátok, későbbiekben összevághatok így a játék és átvezetőkből, csinálhatunk egy kis Titanfall filmet, tulajdonképpen egy mozit, és akkor azt feltöltöm, de egyelőre át kellett hidalnom ezt a fura gondot, ami eddig még nem jelentkezett, valószínűleg egy Titanfall patch ezt is megoldja, vagy Nvidia frissítés, bár a frissítés már kijött a Titanfallra Nvidia részről, úgyhogy fene se tudja, hogy mi van. Nos, ennyi lett volna a bővebb beszámolóm róla, hogy kinek éri meg, kinek nem, mit nyújt a játék, nekem tetszik, rendben van. Fogok feltölteni Titanfallt még a csatornámra, úgyhogy legyetek résen ebből a szempontból, nem olyan sűrűn, természetesen Battlefield, Call of Duty majd újra előkerül, de Titanfallt is én szerint szeretném támogatni, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog életben maradni ez a játék, mennyire fogják kiemelni a híresebb külföldi csatornák ebből a szempontból. Nos, például az egyik kedvencem a külföldi videósok közül Sandy Ravage, aki, hogy úgy mondjam, egy igazán nagyon jó arcade játékos, hogy úgy mondjam, visszatér MB2 óta Titanfall-lal, úgyhogy például az ő videó, ő játékára nagyon kíváncsi vagyok ebből a szempontból, de meglátjuk, mennyire fog ez életben maradni. Mert, mint mondtam, egy kor játékos társadalomnak ez a játék nem annyira új, mint amennyire újnak kellene legyen, viszont egy feltörekvő fiatal core gamer társadalomnak ez a játék igenis tud ülni és tud újat mutatni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, Necroclean voltam, a következő Titanfallig, sziasztok! You get to wash that up.
Flash move! Detecting all units. Victory is imminent. The battle's almost over. Well done. Damage floor online. Survivors remain in your area. Do not allow them to escape.